Sziasztok srácok, itt ismét Démien. Olyan rég volt már olyan böngésző videónk, ahol megnéztük, hogy mi újság a Kickstarter házatáján, táján, kártyaügyben, hogy úgy voltam vele, hogy nézzük meg mi újság náluk. Azért is érdekes ez a dolog, mint rájöttem, illetve rájöhettünk közösen is, hogy bizonyos kártyák, amik itt a Kickstarteren megjelennek, és amiket néztünk, azok egy idő után megjelentek a boltban is. Gondolok itt például a denim csomagra, ugye az is, az is megjelente a boltban, meg hát lehetne még mondani egy-kettőt, és hát ezért érdemes ugye körülnézni, hogy hát ha lesz olyan kártya csomag, ami esetleg annyira megtetszik nekünk, vagy lesz lehetőségünk rá beszerezni. Na nézzük! Most először így átpörgetjük egy kicsit így a a, hát úgymond a fő oldali részt, hogy mik van. A, ó, ez a four season dolog, ez érdekes lehet. Collectible Playing Cards, igen. A Collectible Playing cards na majd mikor belemegyünk, akkor mesélek egy kicsit, mert van egy gondolat sorom, amit szívesen elmondanék vele kapcsolat, Diamond. Ez a kép, ez a Diamondos kép, ez hirtelen a Memento Mori ugrott be, ne kérdezzétek, miért. Ez is érdekes. Zöld bélyek kártyák. Neo, Neo, Ó, ez kicsit olyan, mint a templomokban tudjátok, az az üveg, ólomüveg művészet Ti stílus. Bachrata, Mantra, ez itt síva? Mantra. Mik vannak még, amik itt érdekesek lehetnek? Igen, vannak dolgok, amiket, amiket hanyagolunk. Ö ez a dinós 3D dolog, bocsánat, gyorsan belemegyek, ez a dinó 3 d dolog, ez nem, 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 volt már valamikor nagyon-nagyon-nagyon régen. De ennek kellett lennie. Ez ismerős ez a dolog. És szerintem volt is róla videó. Na mindegy, Muertos. Hát készülnek, készülnek kártyacsomagok, most is úgy látom. Na jó, kezdjük akkor az elején. Ez, ez a Four Season ez érdekel, ezt nézzük meg és akkor kitérek itt a collectible playing cards dologra, ugyanis hát itt is látjátok, ők már 66 kártya csomagot csináltak így a Kickstarteren és Nekem a Collectible Playing cards kapcsolatban a véleményem az, és írjátok le is kommentbe, hogy milyen véleményem vagytok, hogyha ismeritek így a munkásságukat, fogalmazunk így, hogy vannak nagyon jó ötleteik, a nagyon jó ötletek közül van egy pár, aminek a megvalósítása is nagyon jó, viszont vannak olyanok, amik ez a nem is tudom, ez a, ez a tényleg ez a, ez, a, ez a gagyira sikerült dolog. Most például itt van ez a Four Seasons. Nézzük, hogy ez például mely kategóriába tartozik. Ugye a négy évszak, és ötletnek szerintem zseniális, tehát alapból megvan már is négy csomagnak a koncepció, ráadásul nem csak egyesével, hanem ilyen ö, csomagban, tehát ilyen négy blokkban el lehet őket adni, tehát üzletileg sem egy rossz. És így első ránézésre nem mondanám azt, hogy, hogy, hogy gagyi, tehát uh, színvilág, az megvan, mindegyik külön na nézzük, jó, itt van a tavasz, nézzétek még a lezáró kis matrica is, egy ilyen kis tavaszi tulipán nagyon jó, a hátod, hát design az, hátlap design az, nekem tetszik, az tényleg ez a tipikus tavaszi Virágzongást idézi. A képi oldal az is szerintem rendben van, Ö, zöld és piros. Tehát a feketék, ugye a traffic lett itt a zöld, körkáró meg a piros, és abszolút ez akár egy ilyen magyar csomag is lehetne, nem akarok hülyeséget mondani, de amúgy tényleg tök hangeri design, akár annak is beleillene. De ez például, ez például azt mondom, hogy ez, ez kézben szerintem egy vibráló jó csomag lehet. Kiki közben trollkodik itt hátul. Hashtag Kiki trollkodik. Na, Summer, nézzük a nyarat. Itt a, hát a napsütést akarták előtérbe helyezni. Természetesen szigetvilág, meg mit tudom én, Hawaii feeling, meg minden. Tökéletes hátlap. Szerintem ezzel sincsen semmi probléma. Legalábbis én nem látok benne semmi olyat, amit nem azt mondanám, hogy fúj, csúnya. Tehát ez még szépen is nézne ki. Itt ö, örülök, tehát, ö, hogy meghagyták itt a, a. hogy mondják a keretet, tehát nem full tiltes. Bizonyos csomagoknál zavaró, főleg, hogyha valaki ismeri a, a Double Lift fogalmát, én, Vagy a csomagban megfordult lapfogalmát. A képi oldal, hát itt ugye a nyárnál a kék és piros, vörös, lilás színeket részesítették előnyben. A tavasszal ellentétben itt nem adja úgy a nyár szint, de fogjuk rá. Fogjuk rá. A jokereknél látjátok ilyen island dolog. A tavasznál mi volt a joker? Ja, ott meg a tulipán mezők. Ja. Oké, okay. na az ősz, hát az ősz egyértelmű, hogy a rosdabarna színvilág, falevelek, ez, ezt abszolút eltalálták szerintem, itt probléma nincsen, a hátlap design is, úgy látszik mindegyiknél ezt a körkör, -kör, tehát ezt a körben lévő dizájnt alkalmazták, de ez, ez, például, na ez nálam, ez, ez abszolút ősz, tehát és a barna-vörös árnyalat abszolút ősz, tökéletes. Tehát itt semmi kivetni valót nem látok. Én személy szerint megvannak a, ugye, a jokerek is, őszi táj. No problem. És úgy látom, hogy a téllel sincsen probléma, mert itt szépen megvan nekünk a téli design. Nézzétek, kis hópihe. Mondhatjuk a hópihével egyszerű dolguk volt a készítőknek, mert ugye azt egy ilyen két körbe bedizájnolni az nem egy nem egy vészes feladat, de mondjuk úgy, hogy ezt is el lehet rontani. És nézzétek, milyen okosan megoldották. Maradtak a kék színnél, kék színvilág, de a fekete piktreffet sötétebb kékre, a, ugye a körkárót, ami elvileg piros, az meg ilyen világosabb színre. Habár nem tudom, ez kézben mennyire domináns, tehát, hogy mennyire térnek el a színek, lehet, hogy egy kicsit lehetett volna jobban is eltéríteni ezt a két szint egymástól, kicsit távolabbra vinni, de egyébként nekem bejön. Na, és akkor, ó, nézzétek, hogyha összerakja az ember a négy csomagot, akkor egy óriási nagy napocska kijön, és akkor a rózsaszín, a vörös, a barna, meg a kék, igen, Na, ez például azt mondom nektek, hogy ez egy, ez egy, jó projekt. Tehát ez, ez tetszik. De hogyha rögtön ide megyünk oldalra, már, már így Starlight Solar Playing Cards, ugyanúgy a Collectible Playing Cards-nak a, a kreálmánya. Na, ez az, amit azt mondom, hogy ez a... Hát Nekem, nekem ez nagyon nem jön be, ez amikor ilyen fulltétbe benyomják a csomagot, és akkor ö, ilyen nagyon, hát, nekem ez a kínai, kínai sztály jut eszembe. Nem tudom, nem tudom, tehát mondjátok meg ti. Tehát, ö, értem, ugye, hogy akarták, hogy a, az űr, meg a nap, meg a napkitörés, meg mit tudom én, ott alul a nap, ugye, ahogy ott ízzik, hogy az, az jól kijöjjön, de... Lehet, hogy a téma, lehet, hogy a téma nem jó ö, kártyára, nem tudom. Nem tudom, mert mondhatjuk azt, hogy ú, ez milyen jól néz ki, meg mit tudom én, de valamiért nekem még se tetszik. Valamiért, valamiért nem. Hát logikusan adja magát a design, ugye, hogy fekete alapon, vagy hát ez a barnás csillag, csillagmintás alapon ugye izzanak a, a figurák, Szépek a rajzolatok, nem mondom, hogy nem szépek. Mondjuk ez a két Joker, ez elég, elég erdő lett, na mindegy. E, tehát itt a ez a négy fő indexnek, ugye a Pickercaro treffnek a rajzolata szép, semmi tagadás nincs bennem, tehát ezzel kapcsolatban szépek, de mégis egy ilyen kártyát nem tudnék magamnak így elképzelni, bevallom őszintén. Na, azt mondja, hogy mi az, amit még megnézhetnénk. Ez is szépen néz ki. Valami, ami úgy kiri. Nézzük meg a Diamondot, ha már azt mondtam, hogy Mori hasonlás, és akkor ezt a három paklit fogjuk megnézni most, jó? És akkor, hát, hogyha esetleg szeretnétek, hogy legyen még, akkor azt úgy is jelzitek kommentbe. Ö, hát le lehetne játszani egy videót, de ez mindenki szépen eljön a Kickstarterre, megkeres és lejátsza magának, jó? Tehát ennyi házi feladat legyen. Nézzük a dizájnt. Hát. Mit lehet mondani erre így hirtelen? Bejön. Nem rossz, nem rossz. Nézzétek milyen kis huncut módon a full tilt-be így, így a keretbe így bele belenyúl a piszka, ami nem baj. Tehát ez tök jó. Floris, oh, floris fotók, az kell. Az nagyon fontos. Na nézzük. Hát, hát értem én, értem én, hogy de már is rontottak. Értem én, azt akarták elérni, ugye, hogy a, a rajzolatok is ez a, ez a diamond, tehát ezt a, ezt a, káró mintát, mert arra akarja helyezni a hangsúlyt, ugye a pakli, káró mintát helyezi előtérbe, és akkor a bubidám a király is ilyen káró mintás, az egyik erre néz, másik arra néz, de látjátok például a körkirálynál nem szúrja a fejbe magát is kárótörrel, vagy karddal, de jó játékra nem ajánlom, <laughs> hát ez mert abszolút összetévesztető. Ismeritek a paklit, ami ami um, az a pixel amikor a, amikor a, a kártyák, já... hát a pixelre van ráhelyezve, tehát ilyen nagyon elpixelesített lapok, és akkor a Bubi Dáma király azok um, ilyen nagyon pixelesen jelennek meg. Én ezt úgy tudtam volna elképzelni, hogy hagyjuk meg nagyjából a rajzolatot, de akkor károsítsuk el a figurákat. De azért legyen megkülönböztethető. Jó, nem akarok leragadni itt ennél a dolognál. Mert látjátok, itt például jó. Itt egyértelműen megkülönböztethető a pikkáró refkör. Itt okés. Oké, és oké a sincs bajom, hogy a fekete-fekete maradt a piros meg zöld, mert persze ez a színvilág, meg azért nézzétek meg, tök jól néz ki tök jól néz ki nyitva. De ezt, ezt, ezt szerintem elrontották, ezt, ezt, a, ezt a részt. Mindegy. Hátlap. Hmm. Semmi extra. Jó, jól néz ki végül is. Jól néz ki. Quality. Jó. Ó, oh, igen. Egy kis flower. Igen, ez is jól néz ki. Tehát jól néz ki a cucc. Hát a Joker-t vitték túlzásba. De valószínűleg nem is tervezték túlzásba vinni. Ja, ennyi. Na, mondom, itt egyedül nekem ez, ez ami kicsit necces, hogy így fogalmazzunk. Minden esetre ezt is megnéztük. Ja, azt nem, nem néztem, hogy hol tartanak. hát ez már a Diamond, az már meg lesz. Arról már van esélyünk, hogy, hogy kapunk. Uh, itt még csak a fele van a Four itt pedig, milyen furcsa, nézzétek, itt többet kérnek, ha itt 55% van meg, itt már 69% van meg, jó, ja, hát itt négy csomag, igen, tényleg, itt négy csomagot kell legyártaniuk, itt csak egyet. Ebben kékel, kételkedem, ebben, a szolárban, ez viszont jó lenne, hogyha megvalósulna, mert tök poén, tök point lenne, tök point lenne. Na, srácok, megnéztük ezt a három csomagot, Hogyha tetszett nektek ez a kis böngésző, akkor az feltétlenül jelezétek egy lájkkal. Like nyugodtan ér feliratkozni is, hogyha esetleg nem akartok lemaradni a többi videóról. És akkor legközelebb találkozunk, addig is nyugodtan gyertek fel a Kickstarter-re, böngészetek ti is, és nyugodtan kommentbe, hogyha ha valamiről érdekelne a véleményem, akkor kommentbe linkeljétek be, vagy akármi, és megnézhetjük. Ja, legközelebb találkozunk, srácok, addig is legyetek jók, sziasztok!